A kézilabda csapatok javában készülnek az őszi szezon kezdetre, bízva abban, hogy gond nélkül elindulnak majd a pontvadászatok. A játékosokban, edzőkben, nézőkben jócskán lehet hiányérzet, mivel a koronavírus járvány miatt kultán furcsán ért véget az előző idény. Így nem meglepő, hogy kihasználva a szabadtér adta játék lehetőséget, a megyei szövetség kiírt egy strandkézilabda tornát, amelyre a két nem képviseletében összesen 23 korosztályos, illetve felnőtt csapat nevezett. A szövetség elnöke szerint valamennyire hiánypótlónak is nevezhető a Hunvíz strandkézilabda kupa. Olyan környező országok vesznek bennünket körül, ahol nagyon szeretik a kézilabdát, és rendeztünk minden évben januárban egy Hunior nemzetközi utánpótlás tornát, és ez adta az ötletet, hogy meg tudjuk ezt valósítani a strand kézilabda sportág területén is. Szerettük volna megrendezni ugyanúgy nemzetközi jelleggel, de nem sikerült, hiszen a vírusos helyzet ránk is hatással volt, így a környező országokból nem tudtunk meghívni sportolókat, de nem szerettünk volna, hogyha elmarad ez a rendezvény. Úgy vettük észre, hogy az elmúlt időszaknak a nagy vesztesei nem csak a gyerekek, hanem a sportolók is, hiszen hozzá voltak szokva egy rendszerességhez, egy megfelelő kerethez, ami az ő életükben folyamatos energiapótlást adott, és most ez egy olyan hiányos állapot volt az elmúlt időszak, ami egy kicsit igényelte már azt, hogy egy felszabadult, biztonságos környezetben tudjuk őket szeretettel fogadni erre a sportrendezvényre. Sokkal kevesebb jelentkezőre számítottunk, mint amennyire egyébként a csapatok nagy létszáma jelentkeztek erre a mérkőzésekre, de a Balkán csapatát láthatjuk itt játszani, a Nyírbátort, a Tiszavasvárét, a Nyíregyházát, tehát a megye számos területéről jöttek egyébként hozzánk. A sportágnak egy dinamikusan fejlődő szakágáról van szó, amelyet szívesen játszanak a kézilabdázók. A sport élvezete mellett különböző képességeket is fejleszt a homokos talajhoz való alkalmazkodás. Aki kilátogat a strandkézilabda tornákra, az első, amivel találkozik, hogy itt egy sokkal felszabadultabb, sokkal fesztelenebb légkör biztosít, mint a teremkézilabda. Szoktam mondani a sportolóknak, hogy minden adott ahhoz, hogy egy jó élmény legyen, hiszen süt a nap, homok van, és nagyon jó a társaság, és mellette még kézilabdát is lehet játszani. Egy nagyon innovatív, nagyon dinamikusan fejlődő sportágról van szó. A Magyar Kézilabda Szövetség egyébként elkötelezett amellett, hogy a strandkézilabdát minél magasabb szintre, minél magasabb szakmai színvonalra tudja feljutatni. Nagyon nagy szerencsénk volt egyébként most, az időjárás is nagyon kedves volt hozzánk, és nagyon sokan fogtak össze azért, hogy ez a strandkézilabda torna megszülethessen. A nőknél a Szerencsi VSE szerezte meg az első helyet, a 16. kerületi KMS-e és a Kálosemjén SS-e előtt. A férfiaknál a több szabolcsi csapat játékosaiból összeállt Tropis végzett az élen, a második helyet a Hajdunánási Elit alakulat szerezte meg, a harmadik hely pedig az Acélváros KK Miskolc csapatáé lett.